Író-olvasó találkozót rendeztek április 10-én a Hatputonyos Borfaluban, Tarcalon. Az esemény iránt nagy volt az érdeklődés, amit a szép számú közönség is bizonyított. A teremben elsőként Rozda Aranka köszöntötte a megjelenteket a Magyar Költészet napján. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. Noha a költészet napját József Attilához kötjük, április 11-én született már Márai Sándor is. A rendezvényen Bari Gábor költő és Leskó Imre író költő tisztelte meg a jelenlévőket. Klasszikus és kortárs művészek szerzeményei hangzottak el, ahol elsőként Leskó Imre József Attila Mama című versét szavalta el az irodalom kedvelőinek. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagatruhát másra, engem vigyen fel a padrásra. Csak ment, teregetett némán. Nem szidott, nem is nézett én rám. És a ruhák fényesen suhogva keringtek, szálltak a magasba. Ezt követően Bari Gábor kapott szót, aki József Attila Kései Sirató című művét adta elő, amelyet a teremben helyett foglalók nagy figyelemmel hallgattak a poéta tolmácsolásában. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged, de nem futja, már látom az időből, a tömény tűz elég. A találkozó nagyon jó hangulatban telt, amelyen méltóképpen emlékeztek meg a magyar irodalom nagy alakjairól.